Ebben a videóban megmutatom nektek a műt, vagyis a műanyag műhelyet, és abban is, hogy hogyan kell szelektálni a műanyagot. Egy ilyen petkalózként ilyen, hát nem valami tiszta műanyagot szokták kiszedni a tisztából, és azt szoktuk újra szelektálni. De most nem azt csináljuk, hanem az otthoni szemetet fogjuk. Nézzétek, van az a kicsi jel mindegyik műanyagnak az alján, ami mutathat egy csomó dolgot. Van ez a háromszög, amiben van egy szám. Ez most egy polipropilén, amit szerintem, hogy most ide dobunk. Most van még ebből még több. A polipropilén az PP, és hogyha nincsen itt ez a kettő betű, akkor a háromszög be lesz egy ötös. Arról tudod, hogy ez polipropilén. Szóval ezt az összeset most bedobjuk oda. Ez lesz a polipropilénes doboz. Most nézzük meg a kupakokat. Ez a kupak, ez polietilén. Az utolsó kettő betűről lehet le. A P-je az a polietilén, amit külön válogatunk, ugyanúgy, mint a polipropilén. Az egész műmű válogatás azon alapszik, hogy már otthon el kell kezdeni hozzá gyűjteni a műanyagot. Az egészen pici darabokat is, mint például amilyen egy teljes doboz kupakja, aztán vannak nagyobb darabok, így mint például a joghurtos pohár. Ha elég összegyűlt, mehetünk a műanyag méretet. Lehet persze egyedül is válogatni, ilyen például csináltam már párszor, de igazán akkor jó válogatni, ha van társaság is. Ő Bendi, nagyon jó haver, hamar megérted, de melyik műanyag hová való. Ő meg Boldi, nagyon jó haver, sokat válogattunk egy, itt mondjuk sokszor nem is válogatunk, csak nevet kértünk. Ez volt az első rész, a következő részben a darálót fogjuk használni, amiben jó sok penge van, ami pörögni fog, és bele fogjuk darálni a most szétválogatott dolgokat.